Gigiről nevezhetik el, a varrósok szalagavatója, növekedhet a tiszatavi szálláshelyek száma. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. január 29-én 18 óra 5 perckor. Korábbi híradásunkban már beszámoltunk arról, hogy a Szélmalmi Kennel vezetője milyen rangos elismerésben részesült. A Szélmalmi Kennel életében sajnos nem csak szép dolgok történtek a tavalyi évben. Elpusztult a karcagi gyerekek kedvenc kutyusa, Gigi. Ugye a Karcag legeredményesebb kutyája volt, ugye mindenki ismerte, mindenki nagyon szépen dolgozott, ugye a tüzes karikától kezdve mindent átugrott. Hát hagytunk utódokat, hát bízok benne, hogy ők is fogják hozni a Giginek a vonásába, és ők is fognak dolgozni. A vezető elmondta a televíziónknak, hogy májusban új munkakutya kiképző iskolát szeretnének indítani Karcagon. Várjuk a meghívásokat, és akkor ügyességi kutya bemutatót tartunk, óvodákba, bölcsődékbe, meg iskolákba, bárhol, meg így a városi rendezvényeken. Hát van tervünkben, hogy olyan május 1-ére egy házi munkakutya versenyt szeretnénk összehozni, hogyha sikerül, de bízunk benne, hogy meg tudjuk csinálni. Nekem is vannak unokáim, de büszke is vagyok rá, mert Karcagon volt a cackutya kiállításunk, ugye szeptember végén, és mind a ketten indultak gyerekkutyapárba. Bencuska is, ő második helyezést írt el, Mircsike is, ő negyedik helyezést, de ugye voltunk Jászberénybe, ott Mircsike a tenyész kutyapárba, ott második helyezést ért el. És már hogy az unokák is itt vannak, úgyhogy szervírozzuk, hogy ők is vegyenek részt. Ezek a kutyák nem bántanak gyereket, azért is szeretek velük menni. Nagyon jól tudják, a pici gyerektől a nagyig, ugye mindig jönnek oda, ölelgetik. A német juhászunk is van, német dogunk is van, erdélyi koppónk is van, úgyhogy ez mind gyerekkutya barátok. Hát foglalkozni kell vele, már elkezdjük ugye 6-7 hónapos korától kezdve, és akkor végig. Hát minden nap. De hát a kutyaiskola is azért van, hogy két, de ha nem tudok kimenni, akkor én itt a háznál is. Ugye itt vannak az unokák, minden délután egy kicsit ugye vezetgetjük, labdázgatjuk vele, szoknak össze, mert most is vannak kis fiatal kutyák, és akkor ugye így a jövőbeli kis kutyásokat is tanítom bele. Az iskolát vélhetően a Gigi kutyusról fogják elnevezni. Most úgyis egy új neve lesz a kutyaiskolának, és lehet, hogy vele fogjuk venni. Mivel, hogy ugye majd mink visszük a kutyaiskolát tovább, és akkor így lehet, hogy úgy szervezzük meg, hogy akkor a Gigi nevet beletesszük, mivel, hogy a Karcag híres kutyája volt. Na, ezt kell, hogy mondjam. Megtartotta szalagavató ünnepségét a Dériné Kulturális Központban a KSC Varró István szakgimnáziuma szakközépiskolája 70 végzős diákja. A végzősök 7 szakmacsoportban tanulnak. Az iskolavezetés nevében Szabó István igazgató arra kérte a végzősöket, mutassanak példát az alsóbb éveseknek, szüleiknek, tanáraiknak. Lassan elhagyjátok a Varrót, azt az iskolát, amely az eltelt 50 év alatt rengeteg jó szakembert, és ami legalább ilyen fontos, jó embert indultott tudnak falai közül. Történelmi mértékekhez viszonyítva az 50 év nem túl hosszú egy intézmény életében, számunkra mégis jelentős időszak, mert ide kötődik életünk egy-egy darabkája. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan tanítványokat tudtunk a nagybetűs illetve útjukra bocsátani, aki később akár szakmájuk művelőjeként, akár a művészet területén, vagy a gazdasági élet, közélet szereplőjeként sikeresen rekké váltak. Vagy éppen visszatértek az iskolákba, hogy már pedagógusként továbbadhassák tudásukat. De ugyanígy büszkék vagyunk azokra a diákjainkra is, akik jó anyaként, apaként gondoskodnak családjuk boldogulásáról. És büszkék vagyunk arra, hogy az eltelt fél évszázad alatt generációk tűntek fel az iskola falai között, és mára már sokunk gyermekét és unokáját is iskolát tanulójaként üdvözölhetjük. Kedves végzős tanulók! Hiszem, hogy közületek is sokan sikeres életük utevő tárgok, s tudom, majd rátok is büszkék lehetünk.
De itt mindannyian tudjuk, ahhoz, hogy az az életút milyen lesz, ahhoz nem elég az iskola, ahhoz ti is kelletek. Remélem, hogy mindenki jól sávfárkodik majd saját adottságaival, és képes lesz megtalálni a lehetőségei és az álmai közötti összhangot. Ehhez egy költői jó tanács. Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen. Már az is nagyon szép, ha valaki emberül lett. A felnőtté válás meghatározó állomás a középiskolában eltöltött időszak, melyben még a gyermek minden elsőből lendülete vív harcot a többnyire egyetemes értékeket közvetítő pedagógussal, iskolai követelményekkel. Ebben a gyönyörű ellentmondásokból sem mentes csatában bontakoznak ki a szemnél szebb nehézségekről sem mentes életpályai gyökerei, változik személyiségetek, a világról alkotott képetek. Higgyétek el, amikor rátok nézünk, már nem a visszahúzódó, vagy éppen harsány, vagánynak látszó 9-es tanulót látjuk, hanem egy érettebb, higgadtabb, fiatal felnőttet, aki lehet, hogy még menőnek, vagy vagánynak akar látszani, de talán ehhez az eszközöket, az utat már másként válaszza ki. Tegyetek meg mindent, hogy szüleitek, tanáraitok is büszkék lehessenek rátok, és ne csak a vizsgákon, hanem az életben is, kívánta az intézményvezető, majd a szalagtűzés után szüleik és tanáraik előtt szalagavatói táncokat láthatunk a végzősöktől. 7 osztály volt itt a szalagavatón, és 70 személy volt itt, aki a szalagavatón részt vett különböző táncokkal és különböző előadásokkal. Az iskola nevében is mondhatom, hogy nagyon büszkék vagyunk rájuk. Az iskolában 7 szakmacsoport van, vannak különböző szakmák, gépi forgácsoló, CNC, eladó, illetve fűtésszerelő, emellett van még gázszerelő, szobafestő. A mi osztályunk kivételesen nem táncolt, mi nagy erőkkel szurkoltunk a többieknek, és nagyon nagy támogatást igyekeztünk nyújtani nekik. Úgy láttam, hogy sikerült, mert nagyon sikeresek voltak, szóval elégedettek vagyunk. Én abszolút nagyon büszke vagyok, akárhogy tekintem, ez az életemnek egy nagyon-nagyon robosztus pontja, és innestől kezdve azt érzem, hogy talán fel kell, hogy nőjek, és talán ehhez a kitűzőhöz is elég éretnek kell majd lennem. Számomra ez egy szimbólum, ami azt jelenti, hogy vége a mókás korszaknak, és kezdődik a férfi élet. A táncokat Vasné Szűcs Edith táncpedagógus tanította be. A kereskedelmi szálláshelyek belföldi bruttó szállásdíj bevétele 5-6%-kal növekedett az idén a tavalyi 8% után városunkban és a Tiszatavi régióban is. A térségi szállodák tájékoztatása szerint a magyarok 2019-ben átlagosan 49.400 forintért foglaltak szálláshelyet, ami csaknem 10%-kal több, mint 2018-ban. A térségben a Tiszató, Berekfürdő és a Karcagiak lettek a legnépszerűbb úti célok. A tájékoztatás szerint ez több mint 40%-kal növelte az internetes foglalás a közvetített forgalmat 2019-ben. Az egy éjszakás 35% és a két éjszakás 33% kikapcsolódásnak voltak a legjellemzőbbek. Az idei év bizakodásra ad okot, mint a tavi, mint a gyógyvízi települések számára. A növekedés akkor érhet el az 5-6%-ot, ha a szálláshelyek az áfa csökkenés jövedelmezőleg javító hatását a minőségi kiszolgálásra, kapacitásfejlesztésre és a munkaerő megtartására fordítják. A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Emberi Erőforrások minisztere pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott Ládiné Roncsek Ilona Eszter tanítónő, a Karcagi Arany János Általános Iskola pedagógusa részére. Ládiné Roncsek Ilona Eszter Karcagon született 1958. március 14-én. 1979. június 16-án szerzett oklevelet a Debreceni Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanítóként, könyvtár és rajz szakkollégium képzettséggel. 1979. május 3-án kezdett dolgozni az akkori Arany János úti általános iskolában. Elsősorban olyan szabadidős tevékenységet szervezett, köztük számtalan tábort,
amelyeken a tanulók fantáziája, kézügyessége, kreativitása kibontakozhatott. Az iskolában az ő nevéhez fűződik az Iris technika és a Labbook alkalmazása. Az Országos Tűzvédelmi Bizottság 2017-ben meghirdetett pályázatán megyei, majd később országos szinten is első helyezést és országos különdíjat szerzett. 10 évvel ezelőtt a Roma projekt, a cigány népismeret helyi tantervet is ő dolgozta ki. Ezért a munkásságért a Karcagvárosi Cigány Nemzetiségű Önkormányzat elismerő oklevélben részesítette. Elért eredményeit mindig szerényen kezelte, nem kérkedett, egész munkássága alatt alázatosan végezte oktató-nevelő munkáját. 2019. november 20-án fejezte be az aktív munkával töltött éveit. Ládiné Roncsák Ilonával beszélgettünk, aki jól számom másfél hónapja, lassan 2 hónapja megkezdte a nyugdíjas éveket az Arany János Általános Iskolából, és az Emberi Erőforrások Minisztere pedagógus szolgálati emlékérmét vehette át itt az ünnepségen. Milyen érzés nyugdíjasnak lenni? Hát nagyon jó érzés, és az az igazság, hogy már a nyári szünetet is otthon töltöttem, tehát november 27-én úgy folytatódott az addigi életem, de nagyon jó érzés. És nem hiányoznak a gyerekek, hiszen azt gondolom, hogy 40 év után kilépni az aranyiskolából, ahol azért rengeteg mindent, hiszen elhangzott a méltatásban, hogy mi is ott voltunk, nagyon sok olyan rendezvény, amin ön szervezett, nem megy vissza egy kicsit nosztalgiázni? Hát néha vissza szoktam menni, de nagyon hiányoznak a gyerekek, a kollégák, de azért a kollégákkal azért elég sűrűn összefutunk, és próbáljuk tartani a kapcsolatot. A magyar kultúra az ön számára mit jelent, hiszen tudom, hogy a lánya azért novellákat is ír, tehát azért próbálta a családon belül ezt megbeszélni, átadni, de ön számára mit jelent a magyar kultúra? Hát nagyon fontos, nagyon fontos. Mindenképpen át kell adni a következő nemzedéknek, a gyerekeknek, és különösen nekünk fontos, hogy a mi gyerekeink is megtapasztalják azt, amit mi átéltünk annak idején gyerekkorunkban, és hogy ebbe a szellemben nőjenek fel. Mondjuk, hogyha azt képzem, hogy ki a kedvenc írója, mi a kedvenc zenéje, sorolni tudja, vagy azért valami igazi, amit csak úgy a polcról leveszem, ha rossz hangulatom van, ha vidám vagyok? Németh László. Németh. Pont ő. Van kedvenc vers is tőle? Németh Lászlótól az regényeit szeretem. Németh Lászlóból írtam a szakdolgozatomat. És saját kutatásaim alapján voltam a Volt iskolájába, beszélgettem olyan emberekkel, akik találkoztak vele, és nagyon nagy hatással voltam. Nem csak... Egy picit elfeledett, tehát azért a mai fiatalok nem biztos, hogy tudják, hogy kő pedig az önek is vannak jó dolgai. Egy biztos, hogy a lányomnak sikerült továbbadni a szeretetét, mert gimnazista korában ő is egy Németh László pályázaton vett részt, és első helyezett lett. És akkor itt a vonal már megvan. Igen, tehát folytatódik, és azt hiszem, hogy tehát az olvasás szeretetét, az irodalom szeretetét, azt mindenképpen sikerült azt hiszem átadni a gyerekeimnek is, meg a tanítványaimnak is, remélem. És hát azt gondolom, nyugdíjasként bemegy a szobába, leveszi a polcról, és nem kellett tenni, hogy most csak 10 oldalt tudok elolvasni, mert holnap matek, rajz, akármi foglalkozásra készülök, hanem nekiül, és akkor amíg úgy kedve, ideje tartja, addig végigolvassa. Igen. Rengeteget olvasok, másik pedig az, hogy rászoktam a rejtvényfejtésre. És hát voltak még terveim, hogy miket fogok csinálni. Össze van készítve rengeteg minden, hogy kézműveskedni fogok, barkácsolni fogok. Hát a nagy doboz az még ott van, arra még nem jutott idő, de majd remélhetőleg arra is sor kerül, hogy egy kis íriszezéssel foglalkozzak és egyebekkel. Akkor a bakancsistát még nem lehet kifipálni, de azt gondolom, ez így van rendjén. Én boldog és egészségben teli nyugdíjas éveket kívánok önnek. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!